Ezt tudjátok, hogy ez most robbantani fogja az internetet, minden ezzel lesz tele. Tehát, hogy azt állít, teljesen úgy állítja be, mint hogyha én akart, mint hogyha azért, csak úgy, azért. A kurányádnak szóljál bele a mondandójába. Egy napom érdekesebb, mint neki egy hónapjuk. Mi az a cringe? Én nem értem. Mi az a cringe? Mondja már meg nekem valamit. Mi az a cringe? Hát nyari hó, áldassék a gyümölcs, megérkeztem, itt vagyok, én leszek az, aki elárulja, hogy mi az a cringe. Tulajdonképpen nem is kell elárulnom, hiszen láthatnátok a videó elején, és ez még csak a kezdet. Robbant a trash bomba, és előre is mindenkitől elnézést kérek. Az utolsó agysejtjeimet veszítettem el, miközben itt a, hogy is mondjam, a trash mély tengerében, a szellemi kútmérgezésben lubickoltam, és hát, ha valamit nem úgy mondok, félre mondok, esetleg a videó közepén sztrókot kapok, vagy idegzsábát a bal szememre, nézzétek el tényleg, mert ezt végignézni, ezt leválogatni, ezt megszerkeszteni, azért ez nem volt kis meló. Na, hát én gondolkoztam azon, hogy milyen videóval készüljek nektek a héten, be is tárasztam egyet, de hát mindent felülír. Apropó, még mielőtt bármibe is belekezdenénk. Neked mi az Instád? Bemondom. osvv.th_zsolt, ez az Instám, Zsuzsu, léci, mondd be, bemondom. És ti is kövessetek be. Gondolom azért készült ez az egész trash háború, ami most lázban tartja az internetet, hogy hát a követők, hát hogyha már követők, akkor én is szeretnék belőle egy kicsit részesülni, én is merítek egyet a fazékból, szelek egyet a tortából, hogy úgy mondjam. Na hát, a trash háború résztvevői pedig nem más, mint Ritzl Mark, gondolom. Ő az, aki összeveszett VV Zsuzsuval, és hát itt feedbe benne van még a Bis Barbie, a Farkas Timi, meg nem emlékszem a nevére, annak a trafónak, aki benne van. Na mindegy, szóval róluk szól ez a buli, hát nézzünk jeleneteket ebből a csodálatos videóból, és ellemezzük ki. Feliratkoztál, mert bemondta VV Zsuzsu az Instámat? Feliratkoztál, nyomtál kis csengőt, értesítést összesről? Na menjünk, nézzük, mi történt a trash háborúban. Most írják, hogy folyamatosan rólam beszélsz. De mit beszéltem róla? Azzal a bánat meleg csávóval. De a kommentelők folyamatosan keverik azt, még nem jöttél rá? Így van, a kommentelők folyamatosan, úgyhogy te is, hogy kommentelsz, akkor tudom, hogy te is kevered azt. Itt most nem tudom, hogy a Barbie, a meleg srác alatt ő itt kire gondolt. Hogy szóval az ő részük kb. Így az egészből ennyi volt, még egy ilyen húzavona, ilyen a***t, olyan fogyatékos, stb. És majd még lesz később szó a Bis Barbie vs. VV Zsuzsuról, de hogy itt tulajdonképpen itt csak, hogy ebből is egy kis szeletet ti is kapjatok. Na menjünk tovább! Beszélgetek. Egy, kettő. Azért én jöttem be a live-ba, mert egy csomóan írták, hogy küldtek felkéréseket, hogy rólam beszélsz. Igen, miért beszélek róla? Te ki a f***ról pofáztál eddig? Kiről pofáztál? Miért beszéltem semmit? Dúlnak az indulatok, kérem szépen, dúlnak az indulatok. Itt a fiatal ember, ő ott felül a srác, alul pedig a Zsuzsu. Ők őre mentek, hogy itt ki kiről beszélt, ki kiről, miről nem beszélt. Így kezdődött. Hát szemmel láthatóan az adrenalin szint itt már egyébként az egekben van a Márknál. Na menjünk tovább, nézzük tovább, mert lesznek itt még nyalánkságok. A degenerált. Jézus Mária! Úristen, nagyon lejáratod most magad! Én nyáratom le magam! Én nyáratom le magamat! Mondjad! Mondom is! Te, mondjad. Akkor megküldtek a screen videókat, hogy olyanokat mondtál! Mondjadnak cumpogjál annak! Te futja Te! Na, hát hallhatjuk, kifinomult ugye nyelvérzékkel, hogy úgy mondjam, és Kazincit megszégyenítő magyarsággal beszélnek itt egymással a fiatalok, olyan hihetetlenül fontos és az egész világot érintő dolgokról, mint hogy ki, kiről, mit beszélt, és hát Márk megcsillogtatta egyébként szókincsét. Figyelj, okos ez a srác. Na, de menjünk tovább, mert ez még mindig semmi. Állj, mielőtt még tovább mennénk, csak annyit írjál le nekem, légy szíves, kommentbe, hogy szerinted ki volt a legprolibb a videóba, és engem is írhatsz. Köszi. Menjünk. Hova röhög, Zsú? Hova röhög? Nézd, ott a bácsi. Itt a bácsi, aki néni. Jó, hát ebben nem tudok belekötni végül is. Ó, Istenem, figyelj, itt az embereknek a nemét, identitását,
személyiségét ebből a live adagból megállapítani egy kívülállónak szerintem lehetetlen, úgyhogy ne is próbálkozzál vele. A lényeg, hogy mindenki az, aminek érzi magát. Na, go! De ott hallott, nem esküszöm, hogy hallott vagy, süket minden. Róla, jó, vicces a néni, ugye mi? Azt miért nem mondod el, Zsuzsó, azt miért nem mondod el, amíg a villába voltál, addig olyan videók mentek róla, hogy orba szájban nyalod az ember, a barátnődet, Zsuzsó. Itt mondjuk több helyen is sántít azért a dolog, mert hogy Zsuzsó egy kisbabát tart a kezében, a jobbján vagy balján pedig egy 13 éves kislány ül, akinek rendszeresen bemondja a live a nevét, hogy kit kövessék be, és legalább hasonlóan mocskos a szája, mint Márk barátunknak. És hát ugye Márk ismételten elég ízesen fogalmazta meg Zsuzsó alkotott jelzőit, illetve mondjuk azért ez így... Tehát, hogy videót arról nem láttunk, hogy ki kit nyal, de nem tudom, hogy melyik lenne egyébként a meglepő, mondjuk, hogyha a Zsuzsu nyalna ki egy nőt, vagy a Márk, ezt majd ők leboxolják, de hogy videót egyikről se láttunk, és azért az, hogy ilyen álhírek, meg ilyen sztorik, meg ilyen kavarások mentek, meg egyébként is, ha valaki leszbikus, azzal mi a baj? Léci, ne legyünk már homofóbok. Na, menjünk tovább. Hú, esküszöm, addig húzod az agyamat. Addig húzod az agyamat, míg ki nem teszem a videóidat. Hallottad? Hallottad? Vigyázzál magadra, Zsuzsu. Vigyázzál, ne a koronavírustól féljél, hanem attól, hogy a Márk kiteszi a videóidat. Megértetted? Ki fogja tenni a Márk a videóidat? Márk, fejezd be! Nem áll ez jól, tényleg nem. Nekem nem áll jól. Nekem az jól áll, hogy két színű vagy. Az jól áll, hogy a barátomat osztott szét. Az jól áll nekem? Drágám, akármit mond, azt nem veszem fel, mert én annyi negatívat kapok, és mondom, lefelek. Hát, tudod, miért kapsz negatívat? Nézzél már magadba, hogy miért kapsz negatívat. Csak gondolkozz rá, hogy miért kapsz negatívat. Segítsek benne? Egyébként több a pozitív, mint a negatív, én is segítek benne. Egyébként meg nem tudom, nekem írjatok negatív, meg pozitív kommenteket is, és segítsetek benne. Oké? Okay? Talált ki, hogy most kitutánoztam, amúgy nem könnyű, tudom, nem könnyű feladat. Hát figyelj, itt tényleg a kommentek, a követők, a lájkok, a nézők száma, az egészet ez mozgatja, úgy érzem, valamiért úgy érzem. Egyébként Zsuzsu mester ilyen műveli, tehát látszik, hogy Márkónak már a feje ekkora, és Zsuzsu még akkor is mondja, és senkinek nem esik le, hogy ez a lány valami olyan magas szinten űzi ezt, hogy mi csak álmodhatunk erről. Nekem ráncos a homlokom? Aha, mindig ráncod a homlokodat. Úristen, ráncos a homlokom, fiú létem le. Na. Azért még én sem mindig merem magamra mondani, hogy fiú vagyok. Légy szíves, tiszteljük meg a férfi nemet azzal. Köszönöm szépen. Ez esküszöm nektek, komolyan mondom nektek, hogy agy halott a nő. Tehát... Ezt figyeljtek, így remegek, mert úgy... Nem tudok mit mondani. Azt tudom nektek, gyerek, azt tudom, én sem tudok mit mondani erre. Egyébként a Márk nem egy rossz pasi, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy kategóriájából még egy egész helyes srác. De ennyire férfiatlanul viselkedni egy nővel, és tudom mindig, amikor egy mondja, hogy férfiatlan, az nagyon furán hangzik, de esküszöm, én ehhez képest egy gálás úriember vagyok, úgyhogy... veréssel fenyegetni, nyelvkitépéssel, lekurvázni, legecizni, stb. Aj, Istenem, tényleg, gentleman, ez egy szó, gentleman, érted? Gentleman. Na figyelj, most egy új topik jön, ezen beszartok. Itt, hogy kikivel van, kikivel beszélget, pontosan mi történik, megpróbáljuk megfejteni, de jöjjön a kedvenc részem, Zsuzsu és Norinna. Üssétek ki! Üssétek szét a haját! Karmoljátok szét a száját! Meglátod, el fogom csúnyítani. Egyik üti, másik rúgja, jó? Nem szabad ilyen. Senki nem mit kavarnak? Azt mondtam, hogy először ő üssön, mert én nem fogom megütni. Nem süllyedek le a szintjére. Először neki kell... Na, hogy itt tisztában legyél, Bizs Barbie kihívta Norinát. Fogalmam sincs, ki a Norina. Tehát állítólag Norina is transzexuális, legalábbis ő ezt állítja magáról, én pedig ki vagyok, hogy ne higgyem el, mióta Bizs Barbie azt mondta, hogy ő is, azért neki is elhittem, úgyhogy őket nőként kezeljük, de legalábbis transzgenderként. Úgyhogy az egyik transzi kihívta a másik transzit verekedni, a Zsuzsu közben arra biztatja őket, hogy többen menjenek rá és verjék szét. Ezek az emberek, akiknek több százezer vagy százezer követővel rendelkeznek, ők meg arra buzdítják a fiatal követőit, hogy ha konfliktus van, akkor ki kell hívni a placra, és jó, meg kell verni a másikat. Mi sem egyszerűbb, ennyi, nem kell, nincsen beszéd.
nincsen megbeszélés, írogatás, ki kell menni, szét kell verni. Ez az egyetlen egy megoldás van, kedves gyerekek, oda menni és szétverni. A rövid haj azt mondják jobban áll, csak még nem olyan hosszú, szóval. Kik mondják? Léci, elmondanád? Amúgy azt figyeltem, hogy ez 20 percig tartott ez a live, és ezt a 15 szál hajat nem sikerült kivasalni 20 perc alatt. Én rájöttem, hogy miért. Mert nem volt bedugva a hajvasaló. Ha! Ilyenkor olyan szánalmas, hogy minden híresség felkeres. Oh yes, yes, oh yes, Beyoncé, yes. Hi. Oh, please, no. What time is it there? No, sorry, I'm so very busy. Busy, yes. Are you doing a fantastic job? Yes, no, no, no. Sorry? Hello! Lady Gaga! What's up? Miért hashtagelik bánondon a Beast? Mert te a Beast, hogy ő a legjobb. Mindenki írja, hogy Tim Norina, azt bekövetjük. Kitaposza a fele! Viktor, Viktor! Soha nem leszel tévében, soha azt mondja, nem leszel, egy sárga lapos mindig faszi maradsz, mindig. Soha nem lesz méhed, és soha nem érsz a nyomomban. Csak szeretnél, csak szeretnél olyan lenni, mint mi, csak szeretnél. Mert nem transz, csak nincs is teljesen normálisan ez a Bish Barbie átoperálva. Nem fogom magam hagyni, mert én nem vagyok a diszkrimináció ellen. És neki p***t adott a jóisten, erre szoktam azt mondani. Kezdjük az elején, amikor az egyik transzi a másikat a fiú nevén szólítja, az zseniális. Ugye Bish Barbie megint csak azt mondja, hogy ő megy és megveri Zsuzsut, lemegy Bajára. Egyébként Zsuzsu nem Baján lakik, de mindegy. De hogy megy és megveri. Már megint ez, tehát hogy akkor buzdítsuk arra tényleg a követőinket, hogy veréssel mindent el lehet intézni. Ez már annó sem tetszett a Barbie-ba, és ő azt mondta, hogy ő megváltozik, meg akármi és így, úgy amúgy, és akkor rózsaszín és glória. Nem látom, akkor ezek szerint ez mégsem történt meg, és naív voltam, és csak én hittem el. Aztán megyünk tovább, Zsuzsu azt gondolja, hogy csak az lehet nő, akinek míhe van. Van míhe, de ugye Bish Barbie-nek nincs míhe, így nem lehet nő. És hát soha nem lesz olyan, mint Zsuzsu. Én szerintem a Bish Barbie nem is akar olyan lenni, mint Zsuzsu, maradjunk annyiban. Neked meg, drága Zsuzsu, elárulom, hogy látod, te, aki pinával rendelkezel, beléd mégsem adott a jóisten annyi jó érzést, hogy azt, akinek ez nem jött össze, és mégis szerette volna, és nem sikerült, azokat ne bántsad. És egyébként, aki nincsen a diszkrimináció ellen, az a diszkrimináció mellett van. Úgyhogy, hát, hogy is mondjam, nem a Zsuzsu a legélesebb kés a fiókban. Az az életcélom, hogy én ne legyek ilyen bolond 25 évesen. Már kommenteltem, hogy én úgy, de úgy szájba rúgnám ezt a Zsuzsut. Na. Hát ez egy videón belül láthattuk is az evolúciót. Azért az mondjuk egy életcél. Nekem például az, hogy műsort vezethessek az RTL-nél, legyen egy ennél nagyobb házam, gyerekem. Mondjuk azért, hogy ne legyek annyira hülye, mint a VV Zsú, azért az sem rossz. És hát rögtön utána meg is magyarázza a Timi, de azért oda kommentelte, hogy ő hogy szájba rúgná. kellene magyarázat. Mikor a mellett ülő nőnek mondtam, hogy ha nem marad simba, akkor neki is hittétem a nyelvét. Jaj, de nagy emberek vagyunk. Tükkön remélem, hogy kicsit átmennek majd a kamionnal, vagy bizé szekérrel, mert nem tudom, mivel járnak még ott. Megkívánok. Hát de jó sem. Szerintem bünteti őt eléggé az élet. Na, és egyébként fura, hogy Farkas Timi hozta meg a megváltást ebben a videóban, mert talán az összes szereplő közül ő mondta a legértelmesebb dolgot, hozzáteszem, vakok közt a félszemű a király, és azért nem volt túl magasan az a bizonyos mérce, de mégis azt gondolom, hogy talán ő hozta meg a megváltást, ugyanis Mark továbbá is gentlemanként, igazi férfiként hasonló jókat kívánt, hogy kamionnal vagy szekérrel, ugye vidéken vagy kamionnal vagy szekérrel járnak az emberek, ez a két lehetőség van, meg camping biciklivel, de az lehet, hogy a Zsuzsut nem tudta volna elütni. Szóval, hogy azt kívánja, hogy ez ütné el. És akkor Timivel volt hirtelen egy ilyen párfordulás, amikor is egy kicsit, mint hogyha azt éreztem volna, hogy kezdi realizálni, hogy úristen, mi ez? És azt mondta, hogy vannak ennél jóval fontosabb dolgok, utal Timi arra, hogy a barátnőjének a haja be lett festve. És valóban is, mennyivel ennél fontosabb dolog van, tehát hogy tényleg, de hogy az a jó ebben az egészben, hogy tulajdonképpen, ha ezek közül az emberek közül senkit nem ismertél, akkor is egy gyönyörű képet mutat az internetről, és ezek az emberek több százezer követővel rendelkeznek. Tehát több százezer, 10-12 éves gyerek, kislány nézi ezt végig, vesz részt benne, és
És ez az a bizonyos példa, hogy veréssel el lehet intézni dolgokat, a nőkkel így kell beszélni, mert igazi férfiak vagyunk, és engem nem érdekel, hogy a Márk meleg vagy nem meleg, mert én meleg rétemre nem beszélek így nőkkel. Akkor ugye megtanulhattuk a videóból, hogy csak az a nő, akinek méhe van, megtanulhattuk, hogy Bis Barbie mondani valójában nem lehet beleszólni, de ha mégis beleszólsz, akkor megver. Illetve, hogy Zsuzsot bántja eléggé az élet, nem kell őt egyébként bántani. Amivel egy kicsit egyetértek. Fontos még azt tudni, hogy egyébként, amit mondanak a Zsuzsuról, hogy ő fogyatékos, papír szerint nem. Tehát, hogy amikor valaki bekerül a való világba, saját tapasztalat, meg elvégeznek vizsgálatokat, pszichiáter, pszichológus, mindenféle kutyafaszom, és akkor ott semmilyen rendellenességet nem találtak. Úgyhogy ezt nem tudom. Az meg, hogy kinek mi a nemi identitása, ebből a videóból egyáltalán nem fog kiderülni, mert számomra se derült ki, számotokra se hiszem, hogy kiderült. Egy dolog viszont kiderült, hogy jelenleg itt tart az internet. Már nem kell Mónika Show-t néznünk, mert ott van az internet. Úgyhogy, hát köszönöm szépen, hogy ennek a kis farvizén egy pár nézőt szerezhettem magamnak. Igazán jó. Csináljatok még ilyeneket, és küldjétek, imádom, küldjétek. Most már úgy voltam veledik, hogy ne küldjétek, amikor valaki ennyire cringe, de tudjátok mit? Küldjétek a cringét, mert hogyha külditek a cringét, csinálok belőle videót. Iratkozzál fel, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Team Zsó. De kihagytam a H betűt, mert így sokkal hitelesebb. Sziasztok!